Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Bajnokok Városa adását látják. Aktualitás van bőven annak ellenére, hogy azért a koronavírus járvány miatt a sport még teljes egészében, a sportélet nem tudott újraindulni. Egyrésztről, másrésztről pedig ugye nyilván a csapatsportágakban egyelőre holt szezon van. A labdarúgó bajnokság, a labdarúgó NB1 küzdelmei nemrég értek véget, de meglehetősen nagy a mozgolódás, nem csak a játékos piacon, hanem elindult, ha szabad így mondanom, az edző keringő is megvan. A MOL-Fehérvár FC új vezetőedzője, Márton Gábor a napokban mutatkozott be itt Fehérváron, Sóstón. Most vele láthatnak egy hosszabb beszélgetést itt a Bajnokok Városában. Van egy akciónk a boltban, hogy bejöttük a sál, és ezért... Nyilván hát az ember hazudna, hogyha azt mondja, hogy nincs megilletődve, de nem is, talán nem is megilletődés ez, hanem egy picit még mindig a meglepetés, de hát ez majd el fog múlani, amikor találkozok a csapattal, meg ki tudunk menni a pályára, én ott érzem otthon magam. Ezeken az eseményeken nyilván tudom, hogy ezek fontosak, meg ott kellene, de én a pályán, meg a játékosok között érzem jól magam, akkor ez el fog múlani. Nyilván a játékosok is fogják érezni, hogy mit szeretne az ember, és akkor egy kicsit így minden így lenyugszik, meg a helyére kerül. Próbáltam az edzői karrieremet építeni, de sajnos itt ezekkel a licenc papír problémák miatt az ember kikerült egy kicsit így a körforgásból, aztán mire elvégeztem, akkor addigra vissza. Hát nem, nincs olyan, hogy megérte egy feladatra látott, tehát az ember visszakerül fél év után, kap egy ilyen feladatot, egy ilyen felkérést. Azt gondolom, hogy el kell vállalni, mert mindenképpen ez egy olyan lehetőség, az ember meg tudja mutatni magát. Nyilván van benne nem kis rizikó, mert azért nagyok az elvárások, de ez teljesen rendben van, hogy versenysportban, meg egy ilyen nagy klubnál ilyen körülményekkel, hogy ezek az elvárások, úgyhogy én nem félek a kihívástól, eddig se féltem, de és bízom benne, hogy meg fog felelni. Mennyire tartod magad kellően kemény, illetve nehéz embernek? Azért azt hallottuk, hogy felvállalod a konfliktusokat. Nyilván nélkül nem lehet, de ezeket szigorúan én az öltözőbe szoktam. Nem vagyok a büntetés, meg a veszekedés híve, tehát az ember próbálja ezt normális módon kezelni. Nyilván ki lehet harcolni mindent az embertől, de én ezt szigorúan az öltözőbe szoktam rendezni. Hál' Isten eddig ezzel nem volt probléma. Nézd, egy nagy keretről beszélünk, mindig van egy-két-három elégedetlen, mert ilyen van. Az a cél, hogy megértsék, hogy ez egy csapat, és hogy egyfelé kell mennie mindenkinek, mert csak akkor tudunk sikeresek lenni. Nyilván ezt a keretet nagyjából az ember kívülről ismeri, jó játékosok, ezeket kell összegyúrni, ezeket a gyerekeket egy csapattá, hogy az egyéniség arról szóljon, hogy a csapat sikeres legyen, mert egyedül nem megy, tehát ez ezért csapatsport. Úgyhogy ha kell, akkor igen, belemegyek, ha nagyon muszáj a konfliktusokban, nem félek tőle, de nyilván ez mind kulturált keretek között, úgyhogy ha kell, akkor megtesszük. De alapjában véve én azt vallom, hogyha adsz a játékosnak, és jókedvű, és szívesen jön edzésre, akkor sokkal könnyebb dolgozni. Nekem ez az alapelvem, ezt próbáltam mindenhol, meg a kollégáimmal az öltözőbe bevinni. Ha ők jól érzik magukat, szívesen jönnek, akkor könnyebb dolgozni, akkor kevesebb a konfliktus. Nyilván ez, de a konfliktus az benne van ebben a sportban, meg hát az élet bármilyen területén, úgyhogy azt meg kezelni kell tudni. Eddig nem volt vele probléma, úgyhogy remélem, hogy itt se lesz. Nem egy könnyű kérdés, mert nem én játszok lámadó futballt, hanem a csapat, és ez a legfontosabb része a játékosok. Tehát ha játékosok vevők arra, amit szeretnél, akkor könnyű dolgod van, ha megértik. Eddig hál' Isten elég könnyen ment, és azért itt azért kiváló képességű játékosok vannak, és jó alanyok, tehát tehetség, meg ilyen adottságok terén. Úgyhogy én bízom benne, hogy itt is ez gyorsan megy. Nem lehet ezt szerintem így kimondani, hogy most mi az, ami... Én azt szeretem, hogyha nyilván szeretem, ha kevés gólt kapunk, és igazából talán ebbe a játékba ez a legnehezebb,
hogy kevés gólt kapni és sok helyzetet kialakítani, lehetőleg sok gólt rugni, tehát megvannak ezek az arányok, amiket a pályán viszont kell látni. Én azt szeretem, hogyha a fővállaljuk az előre focit, ha fővállaljuk a cseleket, nagyon kevés csel van a magyar futballban, én ezt látom, és ez minden csapatnál probléma volt, hogy akkor kértem tőlük, hogy cselezzenek, akkor így néztek rám, és akkor elveszik, akkor mi van? Tehát, hogy ezek a bizonytalanságok, ha hibázik, akkor mi van? Tehát ezeket, ez a hiba benne van, csak nem mindegy, hogy félsz tőle, vagy meg akarsz valamit csinálni, és akkor ha félsz, emész bele, akkor nyilván nem fog sikerülni. Tehát én azt szeretem, hogyha gyorsan megyünk előre, dominálunk a mérkőzéseken, sok helyzetet alakítunk ki, meg hát ha látványos a foci, de ez már az edzőn felül nő, abban az értelemben, hogy nyilván lehet sokféle gyakorolni a támadásokba, de a 16-osnál ott már a játékosoknak a kreativitása, meg az, hogy milyen megoldásokat tudnak választani, sokat jelent a látványban, mert azok nem inekciózhatók, nem gyakorolhatók. Úgyhogy ezt próbáljuk majd itt is a játékosokból kihozni, mert azt tudjuk, hogy bennük van. Aztán a többi az majd a pályán meglátjuk. Nem érzek magam a nyomás a magyar edzők részéről. Nézd, rengeteg példa van. Én nem ebbe gondolkodom, hogy külföldi vagy magyar, hanem jó vagy rossz. Tehát láttunk is példát külföldiből, magyarból is a magyar futballba csapatoknál. Én igazából arra vagyok büszke, hogy egy tényleg egy élcsapatnál ilyen szinten az ember szóba került. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez bármit meghatározna a magyar edzők irányába, vagy a külföldiek irányába, úgyhogy ilyen fajta gondolataim nincsenek. Óriási rutinnal is ki lehet esni adott esetben, meg rutintalanul is tovább lehet jutni. Nyilván hát ez nem titok, hát nem is tudnék más mondani, hogy ebben rutintalan vagyok. De hát itt hál' Isten most megkaptam a lehetőséget, hogy rutint szerezzek ebbe. Én azt gondolom, hogy sikerülni fog, meg sikerül megoldani majd ezt a feladatot is, de hát mondom még egyszer, ez majd akkor, hogyha lesz aktualitása, most addig nem azon morfondírozok egyébként, az Európa Ligában ez még sorsolás se volt. Nyilván fel fogjuk térképezni ugyanúgy az ellenfelet, mik a gyengéi erősségei, ahogy bárhogy a magyar bajnokságban, fel fogunk készülni rájuk, aztán ott már azok döntenek, hogy milyen képességű, vagy melyik csapatban vannak olyan játékosok, akik tudnak dönteni egy ilyen mérkőzésen, ott már nem biztos, hogy feltétlenül a főkészített a csapatot, az edző múlik sok minden. Meg hát nyilván egy meccsen, ugye beszéltem már a sajtótájékoztatón is, hogy egy meccsen bármi lehet, ezt látjuk, tehát láttuk már nagy csodákat, hogy eredetileg gyengébb képességű, nyilván sorsoláson múlik csapat is tud egy meccsen meglepetést okozni. Én azért szeretném, hogyha okoznánk egy-két meglepetést. Benne leszek azért? A hét pillanata elnevezésű rovatunk következik. Hát meglehetősen érdekes és mozgalmas pillanatoknak, momentumoknak lehetett tanúja az az 1500 néző, akik kilátogattak a szabadbattyáni futballpályára, ahol hát egy nem akármilyen együttes lépett pályára. A Dárdai Team, ugye az egykori, korábbi szövetségi kapitány nevével fémjelzett együttes játszott a helyi csapattal, és ráadásul ez egy jótékonysági mérkőzés volt. Már is mutatjuk, milyen volt a hangulat. Igazi futballünnep várta a játékra kiéhezett szabadbattyániakat vasárnap. A település pályája zsúfolásig megtett szurkolókkal, ahol a Dárdai Team játszott mérkőzést a település együttesével. A Dárdai Pál és Bakalár László által szervezett országjáráson olyan egykori válogatott futballisták léptek pályára, mint Szélesi Zoltán, Fehér Csaba, Lisztes Krisztián, Zombori Zalán, Egresi Gábor és Vince Otto, mellettük pedig Hertamezben köszönhettük az egykori Fehérvár közönség kedvencek közül Halmai Gábort, Cvitkovics Pétert, Kovács Zoltánt és Juhász Rolandot, de szerepelt a névsorban Dárdai Pál három nagy reményű fia, Palkó, Márton és Bence is. A találkozón Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a csapatokat. Azt gondolom, hogy ha fiatalságnak meg akarjuk mutatni a magyar futballt, a
öreg fiúkon keresztül is meg tudjuk úgy mutatni, hogy kik játszottak a válogatottba. Szabad Batthyány életében egy olyan esemény történt, ami eddig még soha, mert hisz a magyar, mint magyar válogatott játékosok játszanak Szabad Batthyány öreg fiúkkal. Úgy gondolom, hogy a utánpótlás szempontjából nagyon fontos, hogy egy olyan esemény is történjen egy településen, hogy olyan játékosok jönnek Szabad Batthyánba, akikre a gyermekek felnéznek. Szabó Ildikó Szabad Batthyán polgármester örömének adott hangot, hogy idén minden eddiginél rangosabb eseménynek adhat otthont a település. Szabad Batthyán életében eddig is kiemelkedő jelentőségű volt a sport szeretete, illetve a sport lehetőségének a megteremtése. Ezen túl még fokozottabban és kiemeltebben szeretnénk ezt kezelni. Remek lehetőség ez számunkra egy öreg fiúk, az öreg fiúk vezetője által kezdeményezett és létrehozott Tóth Lászlónak köszönhetjük ezt a mai napot. Olyan kiemelkedő személyiségek jöhetnek el ma hozzánk játszani, akik példaképként szolgálhatnak a jelenlegi utánpótlás számára. És ezzel is szeretnénk kedvet csinálni a gyerekeknek, hogy minél többen sportoljanak. A Szabadbattyáni Öregfiúk Együttesének oszlopos tagja Tóth László volt az, aki a legtöbbet tette azért, hogy ismét ilyen rangos futballünnepre invitálhatták meg a futballrajongókat. Nagy nap ez a falu életében, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel megtiszteli a faluját a Bakolyán Laci kapcsolatai révén, és ezt a kapcsolatot tovább szeretnénk fűzni a leendő Jung tornára. Szeretnénk elhívni egy Hertha utánpótlás vagy egy gyerekcsapatot. A Dárdai tím kíséretében feltűnt Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is, aki sokat tett azért, hogy a sportbarátok első kézből értesülhessenek Dárdaiék missziójáról. Dárdai Pál neve válogatott labdarúgó pályafutása miatt is, de aztán pláne amiatt, amit szövetségkapitányként jelentett az ő időszaka az embereknek, az egy mozgósító erő. Tehát amikor olvasták a helyi labban, a Nemzeti Sportban, hogy jön Dárdai Pál és jönnek a dárdai fiúk focizni, akkor szerintem a futball szerető emberek is, meg a nem annyira a futballért rajongó emberek is megmozdulnak, mert ő egy nagyon nagy sztár mindenütt, ahol magyarok laknak. És szerintem más, hogy mással, mint futballal nem is nagyon lehetne rávenni őt arra, hogy amikor itthon tölti a pihenő idejét, akkor ellátogasson egyik másik részébe az országnak, egyik másik akár kisebb településre, de miután ezek általában jótékony célú, abszolút felszabadult hangulatú, és csak az örömfociról szóló összejövetelek, ezért ő is szívesen kimozdul ilyenkor a balatoni nyaralóból. Bakarán László volt az, akinek a fejéből kipattant a Dárdai tím gondolata, az ő segítsége is kellett ahhoz, hogy a neves egykori válogatott labdarúgókból álló csapat az országot járva a jótékonysági mérkőzéseken népszerűsítse a labdarúgást. Nagyon összetartó közösség, köszönjük a meghívást, már nagyon régóta terveztük, a volt edzőnkre, a Jung Józsira való tekintette, de augusztusban a sztárok nem értek rá, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor most nyáron megcsináljuk. Az, hogy egy közösségteremtő erő ez a csapat, ez már bebizonyosodott, járjátok országot, világot, mit jelent ez neked? Hát ez sokat jelent, mindenki azonnal jön, amikor jótékonysági célra kell menni. Múlt héten Gerjenbe voltunk, 2,5 millió forint jött össze, előtte 1,5 millió, tehát mindig valami jótékonykodásra, és mindenki azonnal jön, ahogy tud. A legendák közül mindig különleges figyelem kíséri Dárdai Pál munkásságát. A Herthában játékosként és edzőként is sikeres szakember, fontosnak tartja, hogy a hasonló mérkőzéseken népszerűsítsék ezt a csodálatos játékot. Ez egy jó érzés, hogy szeretnek minket az emberek. Nekem egy jó érzés, hogy játszanak a fiamon, és így nőttem fel, apuval sokat focizhattam. Valamit szeretnék ebből átadni a srácoknak, és ebből a összetartó erőből, ami az ilyen községekben van, ebből csak tanulnak ők is. A másik nagy dolog az meg az, hogy a volt csapattársakkal ilyenkor összejövünk, ugye Lisztes Krisztián, Egressi, Gavi, Szélesi Zoli, sorolhatnám a többieket is, tehát olyan hangulat van, hogy szívesen focizunk együtt, én már csak egy fél időt, van, aki végigjárzi, van, aki 20 percet, utána eszünk egy jót, és jól érezzük magunkat, ezért ebben az egy hónapban, amikor itthon vagyok, egyre több meccs lesz, ugye egy héten egyet bírunk. Kezdtük valamikor két meccsel, most már ebben az évben ez a negyedik meccs. Régi ismerőst is köszönhettek a mérkőzésre kilátogatók, hiszen a vendégcsapatban üdvözölhették a szabadbattyáni gyökerekkel rendelkező egykori válogatott Szvitkovics Pétert, az MTK és Debrecen egykori kiváló labdarúgóját is. Sokat jelent, ugye ez már régóta a Bakalárlati szervezésében megy ez a Dárdai tím.
sok helyen megfordulnak. Most én úgy tudom, hogy a Jung Józsi tornán már voltak díjátadáson, de akkor mi nem játszottunk. Most vagyunk itt először, engem meglep ez a sok ember, megmondom őszintén, hiába vagyok helyi kötődés, én erre nem számítottam, de nagyon örülök, és nagyon jó kezdeményezés. Én remélem ez a sokáig ez minden évben meg fog ismétlődni, és ilyen sikeres lesz. A mérkőzés kiváló lehetőség volt a sport közösségteremtő erejének bizonyítására, amint egy 1500 futballbarátot pedig megerősíthette, hogy a játék ma is igazi ünnep lehet, napsütésben, mosolyjal, gólokkal. A most következő stúdió beszélgetésnek az utánpótlás az csak az egyik szegmense, hiszen egy 24 esztendős fiatalember a Bajnokok Városa vendége, nevezetesen Szabó Zsolt, aki hát jól tudja, hogy mi az a tehetség, meg hogy milyen tehetségesnek lenni, hiszen Mihelis Norvi az az a Mira Racing Team versenyzője, és a TCR Europe sorozatban versenyzett az elmúlt szezonban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. És egy másik szegmens a beszélgetésnek, meg nyilván a jövő tehetségei, hiszen egyébként Zsolt innen a közelből Lepsrényről érkezett ide a stúdióba, ahol hát valamiféle élménybeszámolót tartottál egy Erzsébet tábor keretében, de erről mesélj. Így igaz, 40 darab kis lelkes gyermek fogadott engem, és igazából meg is lepett, hogy mennyire nyitottak voltak így a motorsportra. Igyekeztem azért ilyen érdekesebb felvételeket mutatni, tehát belső kamerás felvételeket. Minden esetre azért a baleseteknek a megmutatása az is, hogy is mondjam, kifejezetten felcsigázta őket, szóval már, hogy is mondjam, szerintem azzal lehetett őket megfogni, hogy milyen gyorsan megy az autó, illetve hogy mekkora balesetet lehet vele szenvedni. Igazából tényleg így utána viszont, hogyha az ember ezeket megmutatta, akkor így elkezdte a motorsport szeretetét átadni, és tényleg nagyon-nagyon fogékonyak voltak, és meglehetősen érdekes volt, mert a lányokat is lekötötte ez a beszélgetés, tehát én nagyon pozitívan értékelem ezt. Hát kétségkívül részben a te sikered, meg Mihelis Norbi sikere, ugye a túrautó világkupán azért a pályaversenyzés felé is sodorja a fiatalokat. Hát ugye Fehérvár azért elsősorban, hogyha autóversenyzést nézzük, akkor inkább a rally, de a pályaversenyzés is egy nagyon fontos szegmens, és ha már itt a tehetségnél, meg utánpótlásnál tartunk, neked Mihelis Norbi a példaképed? Igen, Norbi alapvetően egy olyan, szerintem mindenkinek a példaképe lehet így a magyar autósportban, hisz egy olyan személyisége van, illetve egy olyan pályát járt be, ami még ugye hála Istennek nincs vége, vagy egy olyan karrier tud magának, ami szerintem irigyelésre méltó, és ami mellett egy ilyen személyiséget meg tudott őrizni, egy ilyen szerény, közvetlen ember tudott maradni, szerintem ez fantasztikus. És ugye emiatt, mivel egy ilyen karrier is van mögötte, ezért, amikor az ember tanácsot kér, illetve mond vezetéstechnikailag egy-két dolgot, akkor buta lenne az ember nem megfogadni, és ebből adódóan egyszerűen ott van mögötte az a, vagy én, amikor hozzám beszél, egy olyan tisztelet van iránta, hogy nem merem azt mondani. Hogyha azt mondja nekem, hogy hátrafelé kell menni a pályán, akkor talán még azt is el kell hinnem. Tehát körülbelül ilyen magasságokban. A derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy ugye Nagy Dani helyére beültél a TCR Europe-ba, és a Mira Racing Team autójával versenyeztél ugye ebben a szezonban, és mindjárt az első versenyed, ugye pontot is szereztél. Ahhoz, hogy az ember beleüljön egy ilyen igazán erős ütős versenyautóba, ahhoz milyen előképzettség kell? Nyilván fiatalkorod ellenére ez már neked a harmadik nagy világsorozatod, vagy európai sorozatod. Így igaz, hiszen ugye versenyeztem én tényleg már VTCC-ben is, tehát hogy itt, és VTCR-ben is, tehát alapvetően megvolt már az a futamrutin, ami minimális futamrutin, azt kell mondanom, ami már azért azt feltételezi, hogy tudok rajtolni, ugye itt a teszttilalom miatt nem is lehetett előtte, hogy tesztelni, és nem is volt rá idő, hiszen két nappal a versenyhétvége előtt tulajdonképpen még a licencet vadáztuk, tehát esély se volt tesztelni, de ez a versenyrutin valamennyire pótolta ezt a teszthiányt, illetve ugye Norbinak tényleg a segítsége, meg a Mirának a felkészültsége az egy nagyon fontos faktor volt ebben az egészben, és tényleg az idei évben is igyekeztünk ilyen dolgokat
megcélozni, de azért ez a vírusos járvány azért eléggé felborította itt az idei terveket. Azért tisztázunk pár alapvető paramétert az autóval kapcsolatban, hogy hány lóerőt, nyújtómétert és egyebet kell az ékordában tartani a versenypályán. Ugye ezeknél az autóknál van egy balance of performance, tehát nagyon nehéz azt megmondani, hogy pontosan hány lóerő van. Azt kell mondanom, hogy ilyen 330-350 lóerő mindig van az autóban, csak ugye mindig ez a balance of performance függő, hogy ők most mennyire tekerik le tulajdonképpen a teljesítményt az előző verseny hétvégéhez képest, hiszen hogyha túl jól teljesített az autó, akkor a többiekhez igyekszenek lelassítani, vagy a többieket igyekeznek felgyorsítani ez az autóhoz. Így előfordult az is, hogy motor teljesítményt is változtatnak. Például a Hyundai-ok sosem mehettek 100%-os motor teljesítményen. Szóval amikor az ember azt kérdezi, hogy hány lóerős, akkor programozás függő, hisz bevallom őszintén, nagyon nem tudni soha, hogy hány százalékon megyünk. A lényeg, hogy meglehetősen erős. erős az autó. Egyébként hogy érezted magadat a szezonban, a versenyeken? Mi volt számodra mondjuk a legrosszabb, ha volt ilyen? Reméljük nem. És a legjobb pillanat? A legjobb pillanat, az tényleg szerintem amikor ez az óriási boldogság, hormon, öröm felszabadult bennem, amikor a Oschersleben-i beugráson sikerült egy 8. helyet szerezni és segíteni a csapatot a csapatversenyben, illetve tényleg a saját nevem mellett is tudhattam jó pár pontot. Ez azért egy óriási dolog volt. És igazából a legrosszabb pillanat, ez volt abszolút a legjobb, hiszen egy viszonylag nagy kihagyás után rutintalanul mondhatom azt, hisz azért 9 hónapig ott nem vezetett az ember autót, beültem, és sikerült egy jó eredményt elérni, szerintem ez ennél nagyobb öröm nincs. Amikor viszont most a barcelonai hétvégét, ha említeném, ott egyszerűen a maga technika ördöge volt az, hogy nem volt 100%-os, nem volt teljesen velünk a szerencse, és ott az időmérő edzésen ugye elért eredmény is elment a kukába, hiszen motorcsere miatt egyfolytában hátulról kellett rajtolnom, ami egy 34 fős mezőnyben eléggé nagy hátrány, de ott is sikerült egyszer feljönni a 15-re, szóval ott is sikerült egy pontot szerezni ebből adódóan. Azt mondanám, hogy annyira unblock, így mindig kiegyensúlyozott volt, mindig volt pontszerzés minden hétvégén, tehát nem volt kifejezetten negatív élményem. Ezt a most következő kérdést meg lehet, hogy az előző helyszínen, tehát a lepsényi gyerektáborban is sokan kérdezték tőle el. Mi kell ahhoz, hogy valaki autóversenyző legyen? Milyen tényezők játszanak ebben szerepet leginkább, mit gondolsz? Például, hogyha te példádat vesszük. Alapvetően szerintem nagyon fontos az, hogy az embernek legyen egy kialakult szenvedélye, vagy egy örömét lelje ebben a sportágban. Mert hogyha csak azért, hogy mondjuk szülői nyomásra kezd el az ember autóversenyezni, akkor szerintem sosem lesz kimagasló, vagy nagyon nehéz azt elérni tényleg, hogy megfelelő motivációval álljon hozzá. Illetve, hogyha tényleg megvan ez a szenvedély, meg megvan az, hogy örömét leli az ember ebben a sportágban, akkor nagyon fontos az, hogy valamit vezetni kell. Tehát vagy versenygokártot, vagy bérgokártot, igazából versenygokárt sokkal jobb, hogyha azt vezeti az ember, de nagyon fontos, hogy most már vannak tehetségkutatók, amik ugye szimulátoron zajlanak, szóval, hogyha legrosszabb esetben is az ember szimulátoron most már tud versenyezni, és ki tudja élni tulajdonképpen ezeket e fajta vágyait, és ki tudja fejleszteni azokat az alapképességeket, hogy egy alulkormányzást vagy túlkormányzást hogyan korrigál le virtuális körülmények között. És utána pedig, hogyha elkezd az ember tehetségkutatón elindulni, ilyen online tehetségkutatón, akkor látja pontosan azt, hogy mivel oda hasonló céllal rendelkező emberek mennek, látja, hogy hol helyezkedik el a mezőnyben, és hogyha ott tényleg az elején tud lenni, akkor szerintem ott már akkor való életben is van keresni valója. Tehát én azt mondom, hogy ma már nem lehet kijelenteni azt, hogy gokárt és egyre fentebb is az a legjobb út. Most már van az alternatív út, a tehetségkutatók, online tehetségkutatók, amik szerintem szintén jelentős ugródeszkát tudnak biztosítani a fiataloknak. És hát arról nem is beszél, hogy Mihelis Norbi azért mindig fürkészi a tehetségeket. Ugye a koronavírus járványnak a nagyon-nagyon nagy negatív hozadéka, hogy gyakorlatilag versenynaptárakat tett a földdel egyenlővé. Viszont ami a pozitívum, ahogy előtérbe került az e-sport, a technikai sportok vonatkozásában is. Te mennyire fordítottál erre időt, és mennyire vagy e-sport
szimulátor hívő. Én alapvetően ugye szintén egy tehetségkutató révén kerültem be ebbe az autósportba, tehát én annak idején fiatalon, mondhatom ezt, jó pár éve nagyon sokat sportoltam, és én is egy ilyen tehetségkutatóval kapcsolatosan határoztam el azt, hogy na jó, sikerélményem van, tényleg ott vagyok az elejében, behívtak ugyanígy autót vezetni élesben, és onnantól kezdve indult el az egész, és láttam, hogy való életben is van érzék. Fontos kijelenteni szerintem azt, hogy aki szimulátoron ügyes, az egy jó alap, de nem feltétlenül lesz az, hogy át tudja ültetni való életben is. Ez tényleg fontos. De hogy így a koronavírus és minden más tényleg abba segített, hogy talán egy kicsit az e-sportot újra értékelje az ember, mert tényleg nagyon sűrű volt már a versenynaptár, egymás után jöttek a futamok, tényleg egyszerűen nem volt igazából kapacitás arra, hogy a e-sportra jobban fókuszáljanak akár a hírcsatornák, hírportálok, és egyszerűen most ebből a szempontból, hogy lelassult az élet, az e-sportnak ez nagyon jót tett. Hogyha a lehető legjobb fizikájú szimulátor programot vesszük, és azt összehasonlítjuk a valósággal, akkor mekkora különbség? Hát egy nagyon fontos dolog, amit bármelyik szimulátor programban nem tudnak beprogramozni, azok a G-hatások per pillanat. Tehát mozoghat a szimulátor, dőlhet, tehát hogy ilyen extrém módon felszerelt szimulátort képzelünk el, akkor sem adja hát a való életben azokat a G-erőket, illetve szerintem a félelem érzetet sem, ami mindig ott van, hiszen amikor az ember megy mondjuk 250 km/h egy célegyenesben, és ott van a kanyar előtte, és látja, hogy közeledik, de még nem szabad a fékpedált nyomni, még nem szabad, még most sem, mert a többiek nem fékeznek, de látod közeledni a kanyart, és már ott vagy, hogy 100 méter van, és 80-ra le kell lassítani, az egy eléggé érdekes érzés szerintem. Tehát a való élet, illetve a szimulátor között maga, ez a, egyrészt a félelemérzet, ami óriási különbség, illetve maga ezek a G-erők. Aztán utána természetesen ott vannak az ilyen apróságok, hogy szimulátorban van újraindítás, való életben nincs, mondjuk ebből is adódik a félelemérzet, de alapvetően tényleg ez hogy maga az érzések is bejönnek, a tényleges valós érzések. Milyen érzéseid vannak a jövő kapcsán? Mennyire gondolkodtok hosszú távon együtt a Mira Racing Team-mel, Mihalis Norbiékkal, és egyáltalán hát mik a kilátások egyrészt a versenynaptár vonatkozásában, másrészt mondjuk melyik sorozat felé tendálsz maradsz a TCR Europe-nál vélhetően? Az az igazság, hogy kívánság listánk közösen van a Mihalis Norbit és a Mira csapattal. Mindenképpen hosszú távon dolgozunk azon, hogy együtt tudjunk versenyezni. Ez egy 110%-osan biztosan kijelenthetem. De az nagyon fontos, hogy most a jelen körülmények között tényleg csak egy kívánság listát tud összeírni az ember, hogy talán szeretne itt versenyezni, talán szeretne ott versenyezni. Csak az a baj, hogy én legalábbis az jelenlegi információim birtokában nem tudom azt biztosan mondani, hogy meg lesz-e tartva az a verseny, akár egy szponzornak, hogy ott fel tudom tenni a logót, itt tudom hirdetni, egyáltalán azt sem tudom, hogy oda ki tudok-e utazni, esetleg én elkapom a vírust, és emiatt ki kell hagynom akár 2-3 versenyt. Tehát, hogy olyan körülmények vannak jelen pillanatban, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy melyik sorozatba indul az ember, hisz bejönnek olyan faktorok is, amiket az ember eddig nem is gondolt, hogy bejöhet. És szerintem nagyon érdekes, hogy egy bajnokságban, hogyha az ember teljesen részt akar venni, akkor és mondjuk elkapja tényleg a vírust, és emiatt mondjuk vezette a bajnokságot, de ki kell hagyni a két futamot, hogy ez például ez mennyire korrekt. Ez számomra nem tudom, hogy ezt hogy lehet lemenedzselni. Mondjuk a legoptimálisabb forgatókönyv szerint mikor lehet verseny mondjuk abban a sorozatban, ami mondjuk a kívánságlistád elején van? Ami a kívánságlistám elején az augusztus, és akkor van az első fordulója. A TCR. Azt bevallom őszintén szeretném, de viszont bevallom, az tényleg csak egy kívánság marad. Tehát én úgy gondolom, hogy az én részemről az egy nagyon korai kezdés. Én az egyéb dolgoknak is, tehát nem csak rajtam múlik, a Mira csapat biztos benne lenne, de az egyéb körülmények egyszerűen, ahogy látom, nem fogják engedni azt, hogy az augusztusi fordulóba ott lehessen az ember. Innentől kezdve érdemes elgondolkozni szerintem abban, hogy
esetleg azt a fordulót kihagyva több, a többi fordulón részt vesz, vagy majd igazából én úgy vagyok vele, hogy figyelemmel kísérem a helyzetet, a jelen helyzetet, és az alapján próbálok valami döntést hozni, mert a szponzoroknak se szeretnék olyat ígérni, amit a végén nem tudok betartani. Hát reméljük azért a legjobbakat, és hát valóban ezek elég újfajta és újszerű kihívások minden sportoló számára. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hát további sok sikert neked és a Mira csapatnak is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Bajnokok Városa. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő héten is. Viszontlátásra!